Ernő, én most nagyon fogok figyelni, mert hogy semmit nem tudok a szőlő metszéséről, és szeretném most megtanulni, hogy hogyan kell metszeni a szőlőt. Azért olyan könnyedén nem megy, de induljunk ki abból, hogy most egyfajta szőlőmetszést fogunk megtanulni, begyakorolni. Ugye ez egy hagyományos kordonműves szőlő. Általában a házi kertekben ezt a fajta művelést alkalmazzák a tulajdonosok. Most ott tartunk, hogy ez egy idősebb szőlőtőke, tehát lehet, hogy sokan hasonló szőlőtőkét látnak, és nem merik fölépíteni, úgyhogy mi most nem csak metszeni fogunk, hanem egy idősebb szőlőtőkét föl is fogunk építeni. A fiatalitás lesz. Igen, igen, és akkor már most mondom, hogy van egy hagyományos vetszési mód a szőlőnél, az úgynevezett váltócsapos vetszési mód, ez főleg a kis tőkeművelés, a bakművelésnél alkalmazzák a tulajdonosok. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy hagyunk egy rövid csapot, a rövid csap az egy és két rügyből áll, illetve mellette hagynak egy hosszú csapot, amelyik 3-4 rügyből áll. Uh-huh. Az egy és két rügyes csap azért kell, hogy jövő évben elsősorban legyen termő alapunk, a 3-4 rügyes csapon pedig termesztjük a szőlőt. Ugye a modern termesztésben inkább a szálveszős termesztési mód terjedt el tulajdonképpen, a szőlősök, a borszőlősök is inkább egy szálvesző vagy két szálveszővel dolgoznak. Az már egy másik dolog, hogy általában ott is hagynak egy egyrügyes csapot, amelyben majd a következő évi szálveszőt megtermelik. Kezdjük akkor most a fiatalitás, az ifitással? Igen, azzal kéne kezdeni mindig akár egy gyümölcstermesztésnél, a gyümölcsfáknál, itt is a szőlőnél, hogy látszik, hogy nagyon sok az előregett termő alap. Uh-huh. Ennyit nem bír el a szőlő, ezekből ki kell választani azok, amelyek optimálisan jó helyen vannak és aránylag még jó kondícióban van, a régieket pedig el kell távolítani. Azokat pedig egy úgynevezett karosollóval, uh-huh, egy nagyon jó minőségű karosolló, eltüntetjük. Itt is lehet látni, hogy van egy régi termőalap, de van már egy új szálvesszőnk, akkor erre a szálvesszőre visszavágjuk a régi termőalapot. Akkor itt is látszik, hogy megvan az új lehetőség, hogy kialakítsunk egy termőalapot, a régi pedig már el is van száradva, tehát ezt is innen, uh-huh, eltávolítjuk. És majd ezt fogjuk megmetszeni. Van itt egy két öreg rész, úgynevezett két kar, itt véletlenül elmaradt az egyiknek a leváltása. És tehát itt is ugyanaz van, hogy akkor itt van két párhuzamos, egymás a konkuráló ág, ez nem jó. És akkor, ha tetszik, hanem ezt évekkel ezelőtt el kellett volna távolítani, úgyhogy ebben kérem a segítséget. Igen, igen, hárja, eljövök. Ezért jó az, ha valaki idegen ember metszi az ember szőlőjét, mert akkor biztos, hogy nincs az, hogy jaj, de hát ez olyan szép ág, nincs szívem levágni. Igen, és itt ugye az is látszik, hogy ez is egy előregedett rész. Már alig van hajtása. Ezt is eltávolítjuk. Van. Nisz. Rendben van. Na. Na, tehát akkor ez most már itt teljesen, igen, megfiatalodott. Ki lettek alakítva az új termőalapok. Egy csinos 20-as lett belőle. Na és akkor nézzük meg, hogy mit is jelent az, hogy váltócsapos metszés. Hát igen. Ugye hagyunk egy rövid csapot, ami a rövid csap megbeszéltük, hogy egy vagy két rügyes, uh-huh, és mellette hagyunk egy hosszú csapot, amelyik 3-4 rügyes. Uh-huh. Ugye az a lényege, hogy a rövid csapból ugye két erőteljes vesszőnk lesz, amelyen ma jövőre ugyanúgy meg tudjuk csinálni. Tehát ez a jövő évi, a befektetés a jövő évben, a rövid csap. Ez pedig arról szól, hogy idén termeljünk szőlőt. Aha, nem árt, igen. Jó. Itt van például egy ilyen hosszú csap a tavalyi évből, uh-huh, ugye látszik is. Ilyenkor eltávolítjuk ugye a tavalyi letermett részt, és akkor hagyunk egy rövid csapot, ugyebár. Igen, tehát megint ez a jövő évre. És hagyunk egy hosszú csapot. Az idei évre. Aha, hát jó, ez logikusnak tűnik. Igen. Nem is olyan bonyolult. Nem bonyolult. Szerintem, aki egy kicsit gyakorolja, és meglátja a következő évi növekedést, az bátran bevállalhatja mostantól. De a lényeg az, hogy ilyen hosszúra ne hagyjuk meg, mert ez ezen nem fog nagyon teremni szőlő se, ugye? Tehát ezt a tőkét megmetszük így, és majd ezt a tőkét meghagyjuk szálvesszősre. Jó? Akkor ezt be kell fejezni. Okay. Tehát akkor ezt egy rövid csapra. Akkor ez így, ugye? Igen. Igen. Igen, az pedig egy hosszú csapra. Ez pedig hosszú csap, az mennyi volt a hosszú csap? Négy rügy. Négy rügy, tehát ez, igen, tehát valahova ide, és ezt meg szedjem ki. Azt a szárazat, így van. Jó, okay. Okay, mester. Jó. És akkor még itt is van, ugye most itt két lehetőség van, mindig a tőkén végén lehet hagyni a hosszú termőrészt, tehát, uh-huh, a hosszú
Akkor ez lesz a hosszú csap. Igen, körülbelül a másikat pedig egy rövid. Ez meg a rövid. Rövid csap. Már három rügy, úgyhogy... Az már három rügy? Nem lát, nem lát, a takarásban volt egy rügy. Igen, és még arra lehet figyelni, hogy most már nagyon könnyedik a szőlő, ugye már netkeringés megvan, hogy a nerv ne folyjon rá a rügyre, úgyhogy úgy kell metszlapot képezni, hogy a rügy túloldalán folyjon. Aha, elfelé a rügytől. Így van. Ezt még tudtam is.